Az egyik kommentelőnk a Facebookon különben azt írta, hogy a heti napló kérdései többet érnek bármelyik nemzeti konzultációnál, hozzátette, hogy olcsóbb is. Bizony, ez nem kerül 7 milliárd forintba, pontosabban egy fillérbe se, és mégis elég világosan ki tudják mutatni a véleményüket. Tehát szavazati jog megillete mindenkit, aki magyar, vagy csak azt, aki Magyarországon él és adózik. Fontos, hogy megmaradjunk magyarnak, egy, és azért kaptunk támogatást az Orbán kormány alatt, még amíg van. Tehát kaptunk támogatást a gyerekeknek is, unokáknak is. Én szerintem ezért fontos, hogy ne nyomjanak el. Elmegy szavazni? Persze, hogyha egyszer jogom van, persze, hogy el. Mert magyarok vagyunk, nem? Nekünk ez a Fidesz az mindenképpen bejön. Csíkszeredán kérdeztük meg az ottani magyarokat, hogy szavaznak-e a magyar választásokon. A székely ember nem túl közlékeny, de aki megállt, mind azt mondta, hogy szavaz és a Fideszre. 2014-ben is a legtöbben Erdélyben éltek a szavazati jogukkal. Közel 200 ezeren regisztráltak akkor, de végül csak 128.378-an mentek el szavazni. 114 ezeren Erdélyből, ez az eredményben 2%-ot és 1 mandátumot jelentett. A szavazók 98%-a pedig a Fideszre szavazott. A Közös Ország mozgalom az összes ellenzéki párt támogatásával múlt héten jelentette be, hogy új választójogi törvényt akarnak elfogadni. Mindenki aláírta. Egyetlen egy olyan pont van, ahol a demokratikus koalíció záradékkal fogja ellátni a közös nyilatkozatot. Ez pedig az, hogy csak az szavazhasson, aki Magyarországon adózik. Ezután élénkült újra meg a vita a szavazati jogról. Tudom, van, aki szerint az én álláspontom úgymond nemzeti alapon támadható, még durvábban nemzetellenes vagy egyenesen hazaváruló. Gyurcsány ezt még miniszterelnökként a kettős állampolgárság megadásáról szóló népszavazáskor mondta. Most mégis ő vette újra elő a kérdést. Ha ez a 98%-nyi szavazó az nem Fideszre szavazna, hanem a DK-ra, akkor is bajuk lenne a határon túliak szavazati jogával? Abszolút. Szerinte, aki nem itt adózik, annak nincs joga megszabni az oktatás, egészségügy, nyugdíjrendszer irányát. A határon túli magyarok életét azért jelentősen érinti, hogy milyen magyar kormány van. Meg még a franciáknak az életét érinti, hogy milyen kormány van, és sokakét érinti. De közvetlenül nem érinti. Egy politikai kérdésben érinti őket, hogy milyen a határon túliakkal kapcsolatos magyar politika. De ebben az ügyben meg nekem nincsen lelkiismert furdalásom. Az a kormány, amit én vezettem, soha korábbi időszakhoz képest annyi pénzt nem adott nekik senki. Jó, de erre tudja az a válasz, hogy mégiscsak ön volt az, aki vezette a 2004-es kampányt. Amivel mind a mai napig tartalmilag egyetértek, mert azt gondolom, hogy attól, hogy a nagyapám magyar volt, bármennyire tragédia Trianon, attól, hogyha a magyar állampolgárságot megadom, begyógyítok egy sebet, de kinyitok ilyenfajta konfliktusokat. A magyar szabályozás egyébként nem egyedülálló. A 28 EU-s tagországból 24-ben szavazhatnak a kettős állampolgárok. Mindössze 4 ország, Dánia, Ciprus, Írország és Málta nem biztosítja a határon túliaknak ezt a jogot. Szégyen teljesnek tartom a korábbi miniszterelnöknek a nyilatkozatait, annak tartottam már akkor is, amikor a kettős állampolgárságról szóló népszavazás alkalmával a magyarok kettős állampolgársága ellen foglalt állást. Ez önmagában alkalmatlanná teszi arra, hogy ő parlamenti képviselő legyen. Bár Lázár nem ért egyet Gyurcsánnyal, a magyarok többsége úgy tűnik igen. A Publikus nyárvégi felmérése szerint 10 megkérdezettből 2 tartják helyesnek, hogy a határon túli magyaroknak van szavazati joga. Azt is figyelembe véve, hogy nem Magyarországon fizetnek adót. Még a Fidesz szavazók 43%-a is így gondolja. A megkérdezettek 77%-a helyteleníti, hogy a kettős állampolgárok és a külföldön élő magyarok szavazáshoz való hozzáférése között nagy a különbség. László Róbert választási szakértő szerint is ez a nagyobb baj.
az tényleg súlyosan diszkriminatív, hogy külföldön élő magyar és külföldön élő magyar között a szavazás módjában nagyon alapvető különbséget tesznek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez csak valami egészen minimális különbségtétel volna, hogy az egyiknek házhoz jön a szavazólap, beixeli és berobja a postaládába, még ugyanannak a külföldön élő magyarnak, akinek viszont még megvan a magyarországi lakcíme, tehát még a Magyarországhoz való kötöttsége elvileg erősebb is, mint annak, akinek sose volt, neki meg be kell mennie valamelyik külképviseletre a választás napján szavazni, amihez adott esetben több száz kilométert kell utaznia. . 2014-ben kígyózó sorok voltak a londoni konzulátuson. Már akkor látható volt, hogy például sokuk azért marad le a szavazásról, mert a határon túliakkal ellentétben nem szavazhatnak levélben. Ezen pedig azóta sem változtatott a Fidesz, és már nem is fog. Én úgy gondolom, hogy fél évvel a választások előtt mindenféle választási eljárási szabály megváltoztatása kockázatos, biztonsági, mármint információbiztonsági kockázatot jelent, és megkérdőjelezni a választások legitimitását. Mindenki abban érdekelt, hogy olyan választás megvalósítására kerüljön sor, amelynek a legitimitása megkérdőjelezhetetlen. Ezért fél évvel a választások előtt szerintem a választási eljárási törvénnyel babrálni nem szabad, kockázatos és veszélyes. A magyarázat viszonylag egyszerű. Minden felmérés szerint több százezren vándoroltak ki az utóbbi években, és többségük nem Fidesz szavazó. Míg a határon túli magyarok, akik élnek is szavazati jogukkal, igen. Ravasz Ábel, a Szlovákiai Hídpárt alelnöke, politológus szerint ennek egyszerű a magyarázata. Mégpedig az, hogy a Fidesz az egyetlen párt, amely foglalkozik a külhoniakkal. Az itteni potenciális szavazók fele a Fidesz felé hajlik, fele viszont más pártok felé hajlik. A többi nagyobb határon túli közösségben nagyobb a jobb oldalnak és azon belül a Fidesznek a támogatottsága, de ez valószínűleg abból is adódik, hogy leginkább a Fidesz foglalkozott ezzel a témával érdemi módon. Tehát ez nem valamiféleképpen egy általános beállítottság az itteni közösségeknek, hanem abból is adódik, hogy ki az, aki foglalkozik velük, ki az, aki elvégzi ezt az intenzív terepmunkát, ki az, aki beszél hozzájuk is róluk. De azt gondolom, hogy a legnagyobb hiba, amit a magyarországi pártok elkövethetnek, hogy lemondanak erről a terepről, és azt mondják, oké, ezt vigye a Fidesz. A Fidesz pedig már 2006-ban arról beszélt, hogy a határon túliakkal fognak választásokat nyerni. A 4 évre nyerni tudunk, és utána, és Martonyi János professzor úrra nézek, utána mondjuk az 5 millió magyarnak állampolgárságot tudnánk adni, és ők szavazhatnának, 20 évre minden eldőlne ebbe az országba. A szlovákiai magyaroknak számít egyébként, hogy ki kormányoz otthon? Én szerintem a szlovákiai magyarok szempontjából nagyon fontos az, hogy ki kormányoz Magyarországon. Én azt gondolom, hogy általánosan az az igazság, hogy minél vonzóbb és szimpatikusabb Magyarország és annak a kormánya, annál könnyebb a magyar megmaradás külföldön is. Hogyha Magyarországra úgy tudnak nézni a környékbeli országok magyarjai, hogy na, ez egy pozitív példa, ilyenek szeretnénk lenni mi is, ilyen kormányunk lenne otthon is, és így mennének a dolgok nálunk is, akkor nagyobb eséllyel adják magyar iskolába a gyerekeket, nagyobb eséllyel marad meg a magyarságuk. Ha Magyarországra úgy gondolnak, mint egy elrettentő példára, akkor sokkal kisebb a motiváció a magyar embereknek, hogy magyar maradjanak. Ilyen... És most hogy gondolnak? Ebben is részreálló vagyok. Én azt gondolom, hogy Szlovákiából nézve szinte érthetetlen az, ami Magyarországon történik. Az a fajta államépítés, ami Magyarországon zajlik, ez Szlovákiában idegen. Orbán Viktor már a nyáron levelet írt a külhoni magyaroknak, hogy regisztráljanak és menjenek szavazni. Vagyis továbbra is úgy tűnik, hogy kampányt az ottani szavazók elnyeréséért csak a Fidesz folytat. 2010-es bevezetés óta körülbelül 800 ezeren kérték a magyar állampolgárságot, és Semmilyen Zsolt korábban azt mondta, hogy 2018-ra 1 millió új honfitársunk lehet. Ugyanakkor az látszik, hogy jóval kevesebben élnek a szavazati joggal, körülbelül 200 ezeren regisztráltak ezért. Az is látszik ugyanakkor, hogy fontos kérdéseket dönthetnek el. 2014-ben például a határon túli szavazatokon múlott az az egy mandátum, amivel a Fidesz újabb kétharmados győzelmet aratott. A Heti Naplóban Benyó Rita riportját látták. Amúgy ma Orbán Viktor a Kolozsvár közeli Százfenesen egy református templom avatóján ismét szavazásra buzdította a jelenlévőket. Így fogalmazott, és most egy idézet következik, hogy ne feledjék, jövőre megint eljön az idő, és megerősíthetik ezt a szövetséget, utalta jövő évi országgyűlési választásokra.